Isten tudja csak, hogy még koplanak. Renget ízba hatékonyabb. Melyik koncertre jöttetek? Hát főként Majkára és Andróra. És a héten még fogtok jönni valamilyen koncertre? Már valamit terveztek? Hát nem tudjuk még, hogy szerdán jövünk-e. Kedden mentek első órára? Tudom, hogy... De hát nekem 8-tal van óra. Majka koncertre jöttem, kérlek. És a héten még tervezel valamilyen koncertet? Szerdán Kozmixot mindenképp, nem szeretnénk kihagyni. Szia! Majka koncertre jöttünk. És a többi, Andró, vagy valami másik? Hát szerintem azon is itt leszünk. És hogy lesz a holnapi első óra? Bent leszel? Bent. Mindenképp. Egy mintadiák. Ő egy mintadiák, tuti bent. És a szakhéten még milyen koncertre mentek el? Kezdjük veled. Hát én Prince-re, mert a kedvenc zenekarom. Igen, a kedvencem. Te? Megyek. Tuti. Mivel szobatársam, kénytelen vagyok minden nap hallgatni, tehát megszeretem. Most már lassan 2 éve dolgozunk együtt sajnos. És igazán még most se ismertem meg, ő egy elég vicces és nagyvilági figura, és meleg, pluszban. Ehhez te mit szól? Az vagyok. És mi? A bárban táncoltam tangót egy húsofőr nadrágban lévő bajszos sráccal, és ő lekért. Ez volt a megismerkedésünk napja és estéje. Akkor ő részek volt, összekevert engem Zimány Lindával, de azután már megbeszéltük ezt a dolgot egy... Sokkal jobb választás volt, mint Zimány Linda. Olcsók is kever... volt vele lenni, vele együtt lenni. Azért kevert össze vele, én nagyon le voltam hányva. Milyen a közös munka? Milyennek tartjátok? Most mit mondjunk? Az igazat. Nagyon nem csípem ezt a gyereket. De nem, egyébként nagyon jó. Tehát áll a Istennek, de ez érződik is. Érződik is szerintem a dolga, hogy tök jó dolgozunk együtt a BLR-rel. Nem kommentálnám ezt az egészet. Szeretnék társat váltani. Most szeretnék feladni egy hirdetést, hogy aki látja ezt, és érez magába affinitást a hip-hop iránt, szeretném lecserélni őt. Jó, köszönöm szépen. A jellige hip-hopper akarok lenni. Köszönöm. Egyetemi bulin nagyon szeretünk fellépni, a Debrecenben meg azért jövünk, mert hívnak. Tehát, hogy így nem nagyon tudjuk kikerülni, ma múltkor is megígértem, hogy nem jövünk egy darabig Debrecenbe, de hogy most jövünk, meg még jövő héten most szombaton is jövünk Debrecenbe, a Lovardába majd fellépni, meg most is 2 bulink van. Az a baj, hogy ti egy nagy város, ti egy világváros vagytok itt Debrecenben, és akkor az embereknek hát hogy is mondjam, a főiskolák és a sima debreceni polgárok között a rotáció az olyan magas, hogy konkrétan mindenkinek tudunk mindig valami újat mutatni. Napokban szárnyra kaptak a hírek, miszerint téged, Majka, jelöltek a Viva Kometen a legjobb férfi előadói díjra, és te nem fogadtad el. Ez miért történt így? Miért döntöttél így? Azért az Attika a legjobb. Én nem is hogy fogadnám, amikor ő a legjobb. Nem lehet. Egyedül nem fogadok el ilyen díjakat, mert külön hárman csináltuk meg ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy ez úgy korrekt, hogyha hárman jelölnek minket díjakra. Egyedül nem akarok páváskodni abban a szerepben, hogy ez az csak az én érdemem. Ennyi nagyjából. Milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Szerintetek hol fogtok tartani mondjuk 5-10 év múlva? Hú, hát a Petit akkor már mindent kell. Majd az otthonban, az öregek otthonában. Nem, viccet félretéve, hát mindenképp zenével fogunk foglalkozni. Én legalábbis tuti, a Peti, az nem tudom, te mivel fogsz? Hát én még egyelőre gondolkozom rajta, hogy mi legyen a jövőben, de nem nagyon tudok most frappánsat mondani, tehát én lehet, hogy maradok én is ennél a zenél kettés. Néha csinálunk egy ilyen 20 milliós lágát. Egy ilyen szállam. Van egy gyönyörű kisfiad. Kettő is van. Nyugodtan beszélgessük, én addig nyomok egy bulit. Kettő kisfiam, az egyik már nagy és nem gyönyörű, az ő. A másik az kicsi és tényleg gyönyörű. Egyébként. És hogy jut időd rá ennyi fellépés mellett? Nem jut rá időm. Sajnos, nem elég. Én tegnap voltunk Álaszkában például, mindig megpróbálom úgy összehozni a dolgot, hogy sikerüljön. Most mutogat nekem, tehát nem tudok így komolyan viselkedni. Ez már viszont. Erre be kell állnunk, mennünk kell. Kinek nagy... üzenjek? A debreceniaknak, az egyetemistáknak mit üzentek? Hello. Jöhet is már a szó, rögő vagyok, úgy vártam ezt, csak félek drága lesz. A lényegben hűtve már, pár láda szesz, Curtis BLR majesz, megint lelopjuk a napot. Én úgy vártam ezt, minden hiába lesz.